Sziasztok! Itt ülünk az Istvánnak a nemrég vásárolt személygépjárművét, tesztelgetjük a budapesti forgalomban, mindeközben óriási fékezgetésekkel nehezítik el az odajutásunkat, de a hova jutásunkat, István? Megyünk a világ egyik legnagyobb zenei disztribútorának a 10 éves magyarországi jubileumára. Happy birthday to you! Megyünk az Akvárium Klubba, meghívást kaptunk, nagyon jeles kis esemény, lesz mindenféle, ott fogunk találkozni Lackó Mackóval, aki a kis munkahelyéről érkezik oda, és reméljük, hogy itt a budapesti forgalom őt is oda engedi majd, és elméletileg lesz ilyen kis kocintás, meg ilyen kis eszegetés is, majd ebbe jól belemutatunk nektek egy-két apró részletet. Szóval egyelőre bízzunk a legjobbakban, István. Kommenzi. Ameddig itt a budapesti forgalomban a futárok életével játszadozunk, addig elmesélem nektek, hogy amúgy érkezik az új dal, és őrületes munkába vagyunk. Összefogtunk egy nagyon-nagyon menő filmes csapattal, akiket láthattatok is amúgy az erdélyi videónkban. Velük készítjük el az új videóklipünket, és éppen most náluk van fényelésem, mi megvágtuk, és együtt leforgattuk, nagyon-nagyon jó hangulatban, és hát most már gyakorlatilag az van, hogy hosszú-hosszú hetek óta azon dolgozunk, hogy készen legyünk magával a dallal, annak a keverés és maszterelési munkálataival, illetve, hogy a videóklipet készre vágjuk, és ez most arra meg is történt, úgyhogy most nagyon-nagyon izgulunk, mert hát az anyag az éppen fényelés alatt van. István, hogy éred meg, hogy gyakorlatilag békaügetésbe jönnek eléd a gyalogosok? Cukik, én szeretem őket. Erre is, arra is. Tulajdonképpen csak arra nem néznek, ahonnan a potenciális veszélyt jelentő járművek érkeznek, tehát minden más irányból folyamatosan van információ. Nézi a telefonját, nézi az eget, fotózik, tehát minden megtörtént itt előttünk az imént. Azt mondja, hogy 3 perc, szerintem 50 másodperc. Kapunyítás után 4 perccel már ott leszünk, és habzsoljuk a pogácsát, ami gyakorlatilag az lesz... Lackó meg nem evett. Lackó nem tudja megenni, mert ő ugye szokásához híven késik, tehát mi azt fogjuk csinálni, hogy a félig száraz pogácsát, azt ráteszünk egy adagot a tenyerünkre, kinyitjuk a szánkat, és addig görgetjük a látjukkal, hogy eltáltalunk a ütása marát, és belendeljék a szájnyilásunkba. The Spartan Zero is cold, yes, cold. Haha, megérkeztünk ide a helyszínre, azért a Lackó Mackót azt szerintem becsatoljuk, megkérdezzük, hogy pontosan mikor érkezik. Hát, ha jól megmondja nekünk, hogy már itt is van és parkolgat. Lackó, hogy szokta, nem veszi fel, kapcsoljuk a kameráját. Á, Lackó, mégis felvetted? Mert Matti már ott vagytok. Aha, hát persze. Eltudt egy fél óra. Király. Ragd meg. Oké. Csá-csá. Vali. Nincs lehagyhattam volna a kabimatát. Istvánnal egy regisztrációs asztalhoz jutottunk. Megkeresném a ska asztalt is. Mit fognak itt tőlünk megtudakolni, István? Mire számít az? Tajszámodat meg kell? Remélem, hogy nem. Tudja, hogy a vizelet mintára most szükség lesz, amit hoztunk. Szia, édesem. Bombaklát. István szerint van valami hosszú és rác, aki ránk köszönt, és hogy ki lehet ő. És itt van a méltán híres, nem tudjuk, hogy ki. Találjátok ki, ott áll, nem pedig azt mondja ott, az egy lány. Akkor azért tetszett. Ez egy edzetfüzet, kottázhatsz bele. De király, és mi van még benne a Lackó karszalagján kívül? Oly. Such a fucking pass. Hard to believe. Yeah. Na igen. A többit már megettem. Az este és a hajnal magába foglalja az éjszakát, és a nappalt
mint a gagoly vagy a denevér, nem is igen látom. Lackó gyakorlatilag 40 perce mondta, hogy fél óra is itt van a lakhelyéről. Mi azóta a második kör pihákat rendeljük ki. Figyelj! Szétver a dzsintó, Lackó, gyere! Nem fogunk tudni az előadáson részt venni. Valakinek figyelni is kell majd. Léci, érj már ide! Hogy kezdeten jön le a lépcsőn. Ott jön. Ő az, akit mondtuk, hogy ne engedjétek be. Kézzétek el, tényleg jövő! Hello! Te szokásos! Hanyag elegancia, ja. Business casual! Na hát érted ittem, Lackó, a második gin tonicom. Jaj, mert Isten sofőr, neked ugye? Neked repülővel kellett volna jönni. Aha, azzal jöttem amúgy. A vezetőség üdvözöl, azt üzenik, hogy csak itt tovább. Persze! Úgy illik, hogy késik az ember egy picit. Persze, királyok erénye a késés. Na az a helyzet, hogy közben összefutottunk Zsánnal, ahogy itt megérkeztünk, ő a Billy vezetője, ugye? Jó mondom? Igen, Magyarországon igen. Magyarországon igen, és most elmondja nekünk pár mondatban, hogy mi vár ránk itt ma este. Igazából egyrészt meg szerettünk volna ünnepelni a 10. születésnapunkat Magyarországon, másrészt pedig osztani híreket, azt, hogy mi folyik a háttérben nálunk, illetve mi várható 2030-ig, aztán iszunk, eszünk. Jó, hát egész érdekesnek ígérkezik a ma este, tartsatok velünk, mi biztosan itt leszünk, és hát persze Zseán István még tartasz előadást is, ugye? Beszélsz majd. Igen, igyekszem. Akkor ebbe belenézhettek ti is. Szevasztok! Cheers! Cheers, guys! Szóval reméljük, hogy a reméljük, hogy a bejárat a színpadra nyílik egyből. Ahol belépünk, és egyből kilökjük a vezérigazgató kezéből a mikrofont, ami leesik, puffan, besípol. Kishal VIP, kishal. Nézzük a VIP-t. Menjünk be a VIP-be. Jó, ez jó. Feszített víztükörként a lelkünk úszik, hangtalanul az ében színesek vagyunk, és nyomokat hagyunk, a mosolyunk ott van az ébredésben. És ha majd öreg leszek, és öreg leszel, a sok szép emlék az égig emel. Csak hálás lehetek, hogy ez történt az életemnál. Yeah! Véget ért a mutatvány, srácok, meg tudnátok ismételni, hogy körülbelül mik hangzottak el? Itt vagyunk a tapaszbárban, nagyon kellemes kis falatkákat eszünk, lazac, tatár, tavaszi tekercs, István ismerkedik az ázsiai ízekkel, immáron több egyére. Lackó rámen... az algát. Lackó ráment a cocára, igen, az alga saláta annyira nem ízlett, viszont ez a tavaszi tekercs, gyerekek, halálra tudná menni magam belőle. Cheers to the other Hello! Cheers! Szevasztok, mangókák! Lezárult a mulatság, ez már itt a vége. A fiúkákkal végtelen mennyiségű apró falatot tettünk magunkba. Gyakorlatilag mindenki 6 hónapos terhesnek tűnik. Marha jó volt a rendezvény, megtudtunk egy csomó mindent a digitális terjesztésről, ugye ez azért nagyon fontos, ugyanis a Billyben keresztül jut el igazából hozzátok a zenénk, tehát a Spotify, Apple Music és YouTube Music és mindenféle ilyen platformra, ők juttatják el a cuccokat, és bár évközben folyamatos kommunikálásban vannak velünk, szóval egy szavunk nem lehet, mégis az, hogy emberek itt egy színpadon vetítéssel elmondták, hogy igazából mi történik évközben és milyen lehetőségeink vannak, az egy nagyon jó iránymutatás volt azzal kapcsolatban, vagy mennyi mindent nem tudunk igazából a lehetőségeinkről, úgyhogy most majd hazamegyünk és jól megmutatjuk, hogy mit kellene másképp csinálni, vagy jobban csinálni. Mindenesetre a rendezvény király volt, mi pedig búcsúzunk tőletek, és találkozunk a következő epizódban. Iratkozzatok fel, nyomjatok a csengőre, és mindenféle ilyesmi. Szevasztok!